Az orosz vezetés nem újíthatja meg az ukrán gabona exportról szóló megállapodást. Mivel a nyugat nem fogja megtartani az orosz műtrágya exportjának akadályai megakadályozására. Irányuló ígéretét mondta Vlagyimir Putyin, az Asztana külpolitikai tanácsadója. A megállapodásban Oroszország vállalta, hogy megoldja az ukrán tengeri kikötők blokkádját a gabonahajók előtt, hasonló engedményeket kérve a saját műtrágya és élelmiszer exporthoz. Juri Usakov az asztanai ázsiai csúcstalálkozón, hogy megtudja, hogy a gabona üzlet folytatódik-e a jelenlegi formájában. Az Interfax hírügynökség szerint egy válaszban azt mondta, nem tudom, mert a megállapodás második részét nem követik. Elmondása szerint mintegy 300 ezer tonna orosz műtrágya van megvesztegetni az európai kikötőkben. De senkinek még nincs hozzáférése a hozzáféréshez. Annak ellenére, hogy Oroszország ingyenesen felajánlotta az egész tételt a legszegényebb országoknak. Az ukrán háború miatt, amely február végén kezdődött, az export gabona szállításait hónapokig megvesztegetik az ukrajnai kikötőkben. Július óta három ukrán tengeri kikötőt nyitottak újra az élelmiszer exportra, hogy enyhítsék a szűkös világpiacot. A Fekete-tengeren biztonságos folyosót nyitottak a gabona szállítás előtt. Törökország ellenőrzi a megállapodást, emlékezett vissza MTI.